A gyönyörű nap egy pillanat alatt rémálommá fordult. Mindkint játszottak a medencénél, különböző feladatokat találtak ki egymásnak, és Josiah fejest akart ugrani egy karikán keresztül a medencébe, amit meg is tett. De a feje tetejét ütötte bele a medencébe, ami után nem érzett semmit. Azonnal felbukkant, és tudtam, hogy megütötte magát, mert sírt. Kihúzták a medencéből, és még mindig sírt. Lassan képes volt újra megmozdulni. Akkor a barátunk anyukája felhívta anyát, hogy elmondja nekik, hogy baleset történt. Ez az a telefonhívás, amit legszívesebben soha nem kapna az ember. Ha ráadásul a saját gyerekünkről van szó. Janet férje éppen úton volt, amikor megtudta a rossz hírt. Amikor a gépük landolt, a telefonja tele volt e-mailekkel és üzenetekkel. A feleségem hangja annyira zaklatott volt, hogy rögtön tudtam, hogy valami nincsen rendben. Láttam a szeméből, és ahogy sírt, hogy alig tudott megmozdulni. Nagyon furcsa volt, amíg a kocsiig eljutottunk. Azonnal kezelésbe vették, és a nyakát 5 percen belül merevítőbe tették, és stabil hordágyra helyezték. Helikopterrel szállították el. A röntgen azt mutatta, hogy Josiah nyakcsigolyája 4 helyen tört el. Az orvosok azt mondták, hogy az ilyen típusú eseteknél azt mondják, csak 4-et ne. Ugyanis amikor 4 csigolya törik, mindössze 1% esély van a túlélésre. Azt mondta az orvos, hogy jobb, ha felkészülök. Mindent megtesznek, ami tőlük telik, de hívjam fel az egész családot, és készüljünk fel a legrosszabbra. Josiah 3., 4., 5. és 6. csigolyája tört el. A kórház 45 perc autóútra volt, a forgalom miatt 1 óra is lehetett, és nem tudtuk, hogy túléli-e vagy semmire odaérünk. Ez az, amikor Isten kezébe teszi az ember a dolgot. Amikor ránéztem, csak annyit mondtam neki, hogy minden rendben lesz. Janet nem mehetett velük a helikopteren, csak nézte a távolodó gépet. Majd újra felhívta a férjét, hogy tájékoztassa az eseményekről. Janet hívott telefonon, és csak annyit tudott mondani, hogy elvitték. Összeszorult a szívem, mert azt mondta, hogy 1% esélyt adtak neki, hogy életben marad. Amint beértem a kórházba, felhívtam a családom, hogy tudassam velük, mi történt. Janet felhívta a családját, a család felhívta a barátok felhívták a gyülekezetet, és rögtön egy imalánc alakult. Míg a kórházba tartottunk, felhívott egy kedves gyülekezeti pásztor barátunk, csak bíztatott, hogy ne foglalkozzak, mit mondtak az orvosok. A fiam élni fog, és minden rendben lesz. Ahogy kijöttem a repülőgépről, felvettem a napszemüvegem, mert nem akartam, hogy az emberek lássák, hogy sírok. Aztán a térdeimre támaszkodtam. Ott a zsúfolt repülőtéren, és leestem a térdeimre is, Istenhez kiáltottam. Tudja, amikor az ember hallja a felesége és szerettei sírását, de tehetetlen, az nagyon rossz. Azonnal meghaltam volna a fiamért. Odaadtam volna az életem érte, és azt mondtam Istennek, hogy nem törhetné el az én nyakamat, nem tudná úgy intézni, hogy inkább én szenvedjek? Ricardo az első járattal visszautazott Atlantába. Több órás vizsgálat után Janet végre hírt kapott az orvosoktól. Ott voltak a röntgenfelvételek a baleseti sebészetről és a kórházban készült képek, és az orvosok azt mondták, hogy nem értik, mert nem lehet a kettő ugyanazé a személyé. És azt mondta az orvos, hogy meg szeretném nyugtatni. A fia rendben lesz. Képes lesz járni, és normális életet fog élni. Mert nem csak az volt kérdés, hogy túléli-e, hanem ha túléli, képes lesz-e normális életet élni. Azt, hogy a két röntgenfelvétel nem volt egyforma, semmi más, csak Isten keze lehetett. Tudtuk, hogy ez Isten beavatkozása volt. Josiahnak még át kellett esni egy 8 órás műtéten, ami sikeres volt. Ezután még 3 hétig volt kórházban. Amikor hazahoztuk a kórházból, az egész szomszédság nagy fogadtatásban részesített bennünket, feliratokat készítettek, hogy Isten hozta a csoda gyereket. Letáboroztak a ház körül, és filmeket néztek Josiahval.
Mire az első fizikoterápiás időpont elérkezett, Josiah annyira jól volt, hogy felhívtam az orvost, és közöltem vele, hogy szerintem nem is kell elmennie. Miután az orvos megnézte, azt mondta, hogy igazam van, tényleg nagyon szépen gyógyul. Így egyszer sem voltunk gyógytornásznál, miután hazahoztuk. Josiah teljesen felépült, és örömmel osztja meg a történteket másokkal. Isten meghallgatja az emberek imáját. 1% esélyem volt a túlélésre. Amikor azt mondják nekem, hogy szerencsém volt, akkor elmagyarázom nekik, hogy ez miért nem szerencse volt. Lehet, hogy nekik az a véleményük, hogy csak szerencse, de a tény az, hogy Isten csodát tett. Josiah ma egy sokat mozgó 12 éves fiú. Ho-ho, ez szenzációs dobás volt! Szüleivel együtt sohasem fogja elfelejteni, ami vele történt. Egy pár nappal azután, hogy levették Joshua nyakmerevítőjét, hallottam, hogy az ágyamnál sírdogál. A testvére már aludt, olyan fajta sírás, mint amit egy szülő ismer, hogy milyen fájdalomból jön. Egy kicsit zavarban voltam, amikor bementem hozzá, arccal lefelé feküdt. Megkérdeztem, kicsi, mi a baj? A hátára fordult és rám nézett. Az arca tiszta könnyes volt, és azt mondta, apa, én majdnem meghaltam. És én is nagyon elérzékenyültem, de hogy rátettem a kezem a fejére, és megsimogattam, és a kezem közben a varratához ért, rájöttem, hogy mit kell mondanom a fiamnak. Tudtam, hogy amit akkor mondok, az egész életében emlékezni fog rá, mert én is emlékezni fogok rá. Azt mondtam, Joshua, érzed a varratodat? Ez engem Isten kegyelmére és szeretetére emlékeztet. Nem azért lett ez a seb, mert fejest ugrottál, hanem azért, mert Isten kimentett. Soha többé ne emlékeztessen ez a seb a halálra, hanem Isten irgalmára és kegyelmére.